Na hali fiúk, lányok, én Szeri vagyok, és ahogy láthatjátok, Armored Warfare, mégpedig egy Tier 9-es tankkal fogunk majd most amperkodni, és az nem más, mint a T90MS. Na hát gyorsan elmondanám, hogy mit érdemes erről a tankról tudni. Ugyebár erre a vonalra szinte az elejétől a végéig jellemző az, hogy a legnagyobb átütésű és legnagyobb sebzésű lövegeket kapja folyamatosan. Hát ez a 9-esnél is igaz, hát Tier 9-ben van majdnem 660-as átütésünk és 723-as átlag sebzésünk 7,5-ös újra töltés mellett, értve úgy, hogy még nincsen felpakolva semmilyen plusz felszerelés, amivel ezt feljebb lehetne húzni. Hát ez kompenzálandó, a tank HP-ja az nem valami sok, alapból 2300 sincs, de ezt is följebb lehet egy picikével majd még tornászni. A tank kellően mozgékony, 72 km/h-val tudunk menni, viszonylag gyorsan el is éri. Meglepő módon láttam azt, hogy egész jó álcával bír ez az MBT. Hát ez 165 ezredes álca, és hogyha egy másik parancsnokkal meg álca skill-el, vagy álca festéssel használjuk, akkor ez egy olyan 2,2 körüli álcát ki lehet hozni ebből a járműből, tehát még egy ilyen TD-s játék stílusra is be lehet rendezni ezt a járművet, hogyha valakinek az jobban fekszik. Hát így alapból 350 méteres látótávunk van. Lövegsüllyedés az nem valami szuper szónékos, az mindösszesen 6 fok előre, hátrafelé meg még kevesebb, és igazából ez nem is a világ legpontosabb lövege, ahogy látjátok, és 2,5 másodperc alatt szűkülünk jelen pillanatban. Na, ahogy láthattátok, meg azt is, hogy itt folyamatosan támadnak a legyek, nagyon jó. Egy Tier 10-es csatába kerültünk. Na most ennek a tanknak papíron nem annyira rossz a páncélja, de viszont szemben olyan gyenge pontjai vannak, mint ami semmilyen más Tier 9-es MBT-nek nincs. Ugye már megvan a torony alatti kis gyenge pont, ami mondjuk az Abrams-nek is megvan. Ez ott a kis kukucskálónál látható, a fönti kupola is gyenge pont, és a legnagyobb gyenge pontja az az alváz, ami hát gyakorlatilag az alváznak az egyharmada, az alsó egyharmada, az végig gyenge pont, és Tier 7-es tankok számára is ez belőhető dolog tud lenni, úgyhogy jó a páncél, de viszont nagyon nagy gyenge pontok vannak rajta. És úgy ennyi a páncélról, oldala az elmegy, oldalazva lehet vele kijönni, meg ilyesmi. Hát megpróbálkozunk ezzel a 6 fokos lövegsüllyedéssel kijönni ide a dombra, és megnézni, hogy elég ez ide. Hát a 9-es Leopard az dombharcban megveri ezt a tankot, sajnos azt kell, hogy mondjam. Igazából ennek a tanknak az egyik elrettentő ereje az a lövege, meg a sebzés, amit egy lövéssel ki tud osztani. És hát emiatt is váltottam én az Armata után egyből erre a tankra, mert hát én ezt nem is kezdtem el ezt a vonalat, hanem igazából itt a Challenger 2 lett volna a vonalamon, de hát az Armatát én ki akarom próbálni, de iszonyatos módon, hogy milyen az, amikor mondjuk ezreket lövünk. Hát egy 775 egyből. Hát jellemzően ilyen nagyokat tudunk sebezni ezzel a tankkal. És hát az átütésünk is ehhez mérten a legnagyobb ezen a vonalon. Hát gyakorlatilag majdnem, hogy a Tier 10-es Leopárddal sebzünk ekkorákat. Hát ez a löveg, ez mondjuk úgy olyan 10 és... vagyis 10 és 9 és feles, mondjuk a tírjében. Hát még egy 770. Nézzünk a másik oldalra, hogy mi újság van.
ez egy 700 volt, de most már innen veszélyt jelentenek rám a seggembe, úgyhogy picikét visszagurulunk, mert hát igen, ott a Challenger az ki is nézett. Onnan azért tudunk fókuszt kapni elég rendesen. Megint egy 700, hát folyamatosan 700 fölött sebzünk. És hát ez jellemző erre a tankra. Valami acélos a páncélja szemből, de iszonyatosokat tudunk lőni, ami azért elég nagy elrettentő erő tud lenni. A lövegsüllyedésünk sem valami szuper, de azért lehet úgy helyezkedni, hogy jó legyen ez nekünk. Na, hátra felé egy lövés. Jaj! Hát igen, itt bekaptunk egy lövést. Challenger gyenge pontja az teljesen felejtős innen, még full közelről sem. Na igen, vaciláltam egyébként, hogy mit is kéne megnyitni. Az atompáncéllal rendelkező Challenger vonallal foglalkozzak-e? Vagy pedig a nagysebzésű löveget válasszam. És hát emellett a T90 MS mellett döntöttem végül. No pen, sajnos. Pedig ez oda ment. No pen, hát elmész az anyádba. És baszd meg a lövegsüllyedést! Egy lövegemelkedést, hogy mi volt most itt a legnagyobb problémám. Hát beadunk egy hitet ennek a köcsögnek. Hát igen, elég szívás ezzel a tankkal leállni, bármit is csinálni. Hát a hitünk az elég nagy sebzéssel bír, mondjuk úgy. Leopard ellen nem biztos, hogy a hit a legjobb választás. Haha, és itt meg fognak ám szopatni engem? Két leopárdal nem bírok el sajnos. Egyszerre. Hát basszátok meg! Két köcsög! Hát rohadjatok meg! Papírzsákban! Azt a kurva anyátokat basznátok szájba! Két csicska leopárd betámadott nagyon. 7000 fölött sebeztünk és veszítettünk természetesen. Amúgy lehet, hogy ez a hivatalos rekordom most megint. Mert 10-es leopárdal mentem én már 10000-es kört is, de megnézzük a sebzésünket. Hát azért annak ellenére, hogy azt mondtam, hogy hú, de nagyon szar az páncélunk, meg minden. Hát azért egy 7672-t tudtunk sebezni, hát ezzel bőven a mi csapatunkban mi lettünk az elsők, hát a másik oldalon pedig egyedül egy 10-es, egy 10-es M1 N3-os az, aki lepipált minket. Haj. Na hát körülbelül egy órával vagyunk az első meccs után. Fú, hát ez valami iszonyat, ami itt ment. És végre nem tier 10-es csatát kaptunk. Tehát tele van bassza úgy elfével, hogy ennél jobban már tele se lehetne baszni. Na mindegy.
Büff. Na hát egy bázist foglalunk középen. Na hát itt lehet, hogy majd kipróbáljuk majd a heat lőszerünket is, hogy mire képes ez, mert hát van jó pár olyan tank, amire az is elég tud lenni. Driver crank it. Affirmative. Gunner scan for target. Affirmative. Driver move out. De nagyon ritka az ilyen csata, amikor 9-be dob. Na innen azért, hogyha esetleg villanna valami jó fiú, akkor erre egy lövést elengedünk. De nem villan. Hát igen, B1 Drákó, de hát ő 500 millió kilométerre van. Hát egy 9-es Leopárddal támadunk ezen az oldalon egyenlőre. És már is spot alatt vagyunk, természetesen valószínű, hogy itt van már is egy AF valahol. Amit... Jaj, hát a Vizel, hát ki más, a Vizelnek kell itt kínlódnia. Szimpatikus sziklát kinézzük itt magunknak. Jó, hát nyomulunk előre a Leopárddal, lesz ami lesz. A Vizel az már úgyis eltakarodott innen a picsába. Jaj. Nesze neked! Hát igen, egy nagyot lövő löveget sikerült úgymond kikapni, vagyis hogy közre működni benne. Jaj. Hát nem a Vizel lesz az, akit el fogunk találni. Hát a Leopárdot sem nagyon visszük be. Felső gyenge pont. Hát tornyozásban ő sokkal jobb, mint én, úgyhogy... Na, open, hát nyilván. Hogy rohadjál meg. Hát azért egyet megpróbálunk belerántani. Ja, végre sikerült beütni a gyenge pontot, hát na. Jújjúj, hát a Vizel az itt nagyon-nagyon trükkös akcióra készül, de hát vannak ott nekünk is AFP-ink. Most rám esik, gyerekek? És előttem a láncát, hát na! No. Hát nem, hát milyen kemény már ez a Vizelke, hogy így a láncát el lehet neki kúrni. Ez meg... Csak sérült a robbanásban. Hát gyerekek, ezt a kis szarrágót, ezt azért csak ki kéne innen. Nem. Nem lehet őt kikapni. Jó, van rásik a Challengerre, hogy sebezzünk is valamit. Egy kill, azt a rohadt kurva, van egy killünk, gyerekek, hát mekkora jó már. Na hát itt, ha nem ugrok rá a fejére, akkor semmi nem lesz. Márpedig itt ugrás lesz ezerrel. És hogy demengedted meg, te kis buzicsicska. Na hát ez van, amikor 68 millió
Áfé darálja le magát, hogy igazából nem nagyon jutottunk oda semmilyen sebzéshez. Na, nagyon fasz a csata volt, még a HP-nkat se sebeztük le. Következő természetesen gondolom tier 9, vagyis hogy tier 10 lesz, ez ilyen véletlen csata volt csak. Na hát 1797 sebzéssel, hát na, kisebzett a legtöbbet, hát nyilván egy 9-es áfé. Szétgépuskázhatta az agyát. Vizőlre rálőttünk vagy négyet, hát nem talált egy lövés sem természetesen, hát ezt még eltalálni sem lehet, sérült a lánca. Valószínű, hogy a felpattanó, nem is tudom, szikláktól, hogy mellette robbant a lövedék, meg ilyenek. És hát nem sikerült minket bedobni a csatába, hanem most szépen várunk arra, hogy visszatérjenek a játékosok. Nagyon jó. Hol tartunk? Hát 830 ezer. XP, hát nevezzük annak. Igazából szerintem sokkal jobb név az, mint a hírnév, vagy nem is tudom mi. Nálam XP marad örökre, aztán kész. Hát sanszos, már nem tudom. Lehet, hogy 9-es csata lesz megint csak. Kiderül, kiderül. Na, azt a lehet, hogy 9-es csatát kapunk. De jó lenne, ha nem lenne tele AFV-vel. Na, pálya, 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 9-es. És hát nincs is tele. És 9-es is alig van. Hát ennyit ír 10 után, hát nem is tudom, nem is tudom hova tenni ezt most. Hát nem kérdés, hogy ilyenkor hát megyünk befelé a városba. A brutál kis tankunkkal. Visszük, becipeljük a nagy gyenge pontunkat a városba, hogy még a 7-es leopárdok is be tudják lőni. Na, a tier 7-es csatában, vagy ha tier 7-es tankokat kapunk, mondjuk a leopárdokat, abban az a jó, hogy frontból bevágjuk őket. Jaj, de szép helyet választottunk itt a lejövetelre, na nem baj. Ja, hát a VBL most nem tudom mit magyaráz, hát miért jött be egy 7-essel szakaszban mondjuk. Áfé, úgyhogy első dolga az, hogy, vagyis, hogy az elsődleges feladat, hogy spotoljon, az meg aztán ebben a tírben nem annyira nehéz. Főleg, hogyha van egy jó 500 méter fölötti látótávja. Hát nem fogok oda kimenni nézelődni, mert hát valószínű, hogy oda a TD-k is be fognak állni. És azok is bevágják az alját, adnak a tankinak, sajnos. Igen, a kedvenc helyemre másztak fel ott a tankok. Legalábbis egy jó lövegsüllyedési MBT-vel ez kedvences helyem szokott lenni ott fönt.
Nesze! 770, mi van? Mi van? Köcsög! Nesze még egy 790, aztán takarodjál a picsába most már. Hát jó, hát addig hetes tankokra lövöldözünk, ez nem valami nagy szám. Nem kéne itt maradni sem. Na gyere! Legyél bátor! Aj, baszki, hátulról meg kerülni fognak. A Leopardnak itt tartania kéne a frontot, de nagyon-nagyon. Challenger, ne fossál már ennyire, bazd meg! Hát, hogy baszódjál meg! Jajjaj, hát itt igen, mindjárt jönnek a seggünkbe a dolgok. De a Challengernek ki kéne tartania még egy picikét. Hogy baszódjál meg! Nem hiszem el! Megint szarrá vernek minket, és hol van az a redvás, tetves, faszopó csapatnak a többi tagja? Hú, geci! És ez a nyomorult, ez mi a gecit keres itteben, de komolyan. Hogy idekint. Be van álcázva, hát na. Jó van, hát erre én nem mondok már semmit, mert 12 csatát mentem, mióta elkezdtem volna valamit fölvenni. Ez a 12. kb. És nem nyertünk még egyetlen egy darab csatát sem. Úgyhogy azért ez nagyon ott van, gyerekek. Ez valami hihetetlen. De hogy még ezt a részt is bukjuk, ahova az összes többi ment ki, tankunk. Na, XM8, most mutasd meg, te büdös csicska. Hát így kell kijönni, te köcsögláda a szar. Hú, gyerekek.
Ez nagyon ott van. Se tier 10-be, se tier 9-be nem lehet semmit csinálni. Nagyon fasza. Eredmény, hát nagyon ott van az eredmény. Mennyire kaptunk ki azt a büdös kurva életbe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tank maradt az ellenfélnél. Hát ehhez gratulálok, ez nagyon nagy teljesítmény volt. Főleg ezektől nulla sebzés. Hát így nehezen fog majd kifejlődni ez a tetves armata, hogy 3600 XP-ket kapunk prémiummal. Na hát akkor ennyi lesz ez a T90 MSS videó, hát egyszerűen nem lehet mit menni ma. Úgy látszik, hogy most erre nem tudok mit mondani, hogy tier 10, tier 9, hogy folyamatosan 12-0-ra kapunk ki. Ez annyit jelent, hogy az összes hulladék faszopó csicskát folyamatosan hozzám dobálja, úgyhogy ilyenkor kell inkább letenni pihenőre a játékot. Hát én is ezt teszem most. Sziasztok, Szeri voltam, pápá!